Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélője, és ez azon kevés, nagyon ritka adások egyike, amelyben a főcímben is látható kollégám, szerkesztőtársam Kaiser Tamás nem lesz itt a stúdióban, de ennek megvan a speciális oka. Több mint egy évvel ezelőtt indult ez a műsor, és ezt onnan tudom pontosan, hogy volt már egy nőnapi adásunk, akkor valamelyik első adás volt, és akkor fordult elő utoljára, hogy három hölgy vendéget köszöntöttem itt a stúdióban, illetve akkor éppen Tomi köszöntötte. Ez most is így lesz, mert hogy természetesen a nőnapra való tekintettel és a hölgyek iránti tisztelet jeleként. Hát nem azt mondom, hogy csajos témákról, de hölgy kollégákkal, illetve vendégekkel fogunk beszélgetni a mai adásban is. Nagy szeretettel köszöntöm is őket a stúdióban. Itt van velünk Nagy Krisztina, a Dávid Kornél Akadémia edzője, testnevelő tanár, Székesfehérvári Kossuth iskola, hogyha jól mondom. Itt van Réli Regő és Dóra, a Fehérvár Televízió főszerkesztője, kolléganő. Ő már volt ebben a műsorban, ő a Kakukk tojás a vendégek között, és nagy szeretettel köszöntöm Zelinka Ildikót, Digi Televízió műsorvezetőjét, és sport vagy mindenféle coachingot? Hogy tudlak téged hivatalosan felkonferálni? Hát mondjuk, hogy sportriporter, sportcoach, mondjuk így, jó? Gyönyörű. Ilyen szó nincs szerintem egyetemen, de most már azért létezik ez a párosítás. Az igazság, hogy egy kis lelkiismeret furdalással, meg elnézést kérésekkel kezdeném, hiszen amikor azt mondom egy ilyen adásnál, hogy az a rendkívüli és különleges alkalom, hogy lányok vagy hölgyek vannak a stúdióban, ezzel el is ismerem, hogy valahogy ez a sportos közeg még mindig túl macsó talán, és valahogy, mintha a magától értetődőnek tekintenénk, hogy amikor nem a sportolásról, hanem a sportról való beszédről van szó, akkor az, mintha a férfiak privilégiuma lenne. Hát ebben az adásban is így van. Többek között azért, mert például kevés sportújságíró nő kollégánk van, akivel mondjuk így napra készen beszélgetnénk az eseményekről. De hát van közöttünk azért sportriporter, ugye, hiszen Ildivel tényleg mi nagyon sokat dolgoztunk együtt is régen országos tévében, te most is ezt csinálod részben, tehát nem szakadtál el teljesen, amellett, hogy most már más dolgod is van. És lehet, hogy 2022-ben ez már azért nagyon anakronisztikus kérdés kellene, hogy legyen, hogy érzed magad nőként egy ennyire férfiorientált pályán, és hogy valójában hogy látod a nők helyzetét a, mondjuk nem a sportban, mert hál' Istennek azért nagyon sok sportoló hölgyet meg vele foglalkozott tudunk, de például a médiában azért ez még mindig elég ritka. Honnan induljak el? Onnan, amikor először beléptem, még annól a Duna televízió ajtaján? Hát nem... te is a pályáról érkeztél gyakorlatilag. Igen. Tehát nagyon kevesen voltak. Mondhatjuk, hogy akkor én voltam az első. Úgyhogy engem egy kicsit fiúsítottak ott a fiúk. Ugye Zelinka, mindig mondták Zelinka, és mondtam, miért Zelinka? Hát a titeket se a vezetékneveteken szólítunk. És mondták, hogy hát jó, de ez a ka a végén az olyan kis aranyos. És akkor legyen Zolika. És akkor így lettem Zolika, és akkor éveken keresztül Zolika voltam. Ezt aztán az ígyszert én kihagytam. És akkor így Zoltán napon is közönthetnél, látod? Abszolút. Na és akkor utána, amikor már átkerültem a Magyar Televízióhoz, és egyesült a kettő, a Magyar Televízió és a Duna TV, akkor a régiek nem értették, akikkel ugye már együtt dolgoztam, hogy jönnek ide ezek az újak, és akkor mit zolikáznak engem. Szóval ez talán szépen mutatja azt, hogy azért nem túl sok női sportriporter van a szakmában, de azért van, és most már persze egyre több. Én nem éreztem soha ennek a valamilyen hátrányát. Jól éreztem magam, csináltam a dolgom, mindig volt, ami egy kicsit így hozzám közelebb állt, mondjuk, mint a fiúkhoz, és akkor azt inkább én csináltam. Nem éreztem különbséget. Ugye mind a hárman aktívan sportoltatok, sportoltok, a mai napig életetek része a sport, és mondom, hogy ott talán kevésbé érződik az, hogy ne lennének egyenrangú partnerek a lányok. Manapság azt hiszem, hogy erre talán már nem lehet panasz, de mégis, hogyha akár egy edzőpályáról beszélünk, ugye te is edzősködsz, gyerekekkel foglalkozol, azt látjuk, hogy ez még mindig nem az a kiegyenlített arány. Majd beszélünk arról is, hogy mondjuk vezetői pozícióban egyáltalán mennyi esély van sporton belül is nőnek készülni. Zavart ezt titeket valaha ez a fajta egyenlőtlenség? Engem zavarni nem zavart, ugyanis én ebben a közegben nőttem fel, tehát számomra ez természetes volt, de hogyha így most belegondolok abban, amit mondtál, és teljesen jó felvetés, gyakorlatilag szerintem nálunk az edzők aránya 1:5. És nagyon fontos lenne pedig, főleg az alján, a pici gyerekekkel, amikor foglalkozol, kicsit olyan tyúkanyói attitűd, amit a férfiak nem képesek
türelemmel, és hát nem tyúkanyok egyszerűen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy főleg az aljára minden sportnál több női edző kellene. Érdekes, mert nálam ugye említetted, hogy mindannyian a sportból jövünk, én atlétizáltam, és nálunk a sport tagozatos iskolában úgy alakult, hogy a fiúkat a tornára vitték, a lányokat pedig az atlétikára irányították, és nálunk például nem volt így vegyesen a csapat. Tehát, hogy nálunk ez pici korban már eldőlt, hogy vagy azért, mert az edző esetleg a lányokhoz ott jobban értett, a fiúkat pedig a tornára tudták jobban irányítani, de hogy nálunk ez ott azonnal eldőlt, hogy aki lány ebben a sporttagozatos iskolában, az atlétizálni fog. Mondjuk, bocsánat, én TF-et végeztem, de mi női testvelő tanárképzésben mondjuk nem volt benne akkor még a labdarúgás. Mondjuk nem is értem, hogy miért, mert ha már ugye kikerültem, akkor ott csak voltak fiúk, és akkor nekik is kellett volna tudni valamit mutatni. De hogy ez persze most már van, de hogy akkoriban például még nem volt. Nem tudom, hogy ez például mennyire természetes, hát a foci az aztán végképp különleges közeg, szerintem ott még nyomaiban sem találunk ma például akár edző, akár vezetői pozícióban nőket. Különleges, hogy nagyon többféle módon kötődtök a sporthoz azon kívül, hogy sportoltok, hiszen itt van egy nagyon erős családi vonal is, lehet mondani. Ugye Kriszti, a te édesapád mindenki által ismert és tisztelt sportvezető volt, ugye Nagy Gábor az Alba Régia SC korábbi elnöke és aztán örökös elnöke. Dóri, te gyakorlatilag a legmacsóbb sportákhoz, a jégkoronghoz vagy kénytelen közel kerülni, ugye a férjed, illetve most már a kisfiad által is, hogy mennyire tudtátok ti ezt természetesnek venni, vagy egyáltalán felmerült-e bármikor, hogy mennyire férfi központú közeg ez? Tehát például az, maga a sport, vagy az, hogy például edző, vagy sportvezető, azzal nem fogtok találkozni nőkkel gyakorlatilag sehol. Én ebben nem gondoltam bele, de az mondjuk tény, hogy a párválasztás kapcsán is nekem ez annyira magával értetődő volt, hogy a sport az életem része, akkor valaki olyat kell, hogy találjak, akinek szintén az élete része. Tehát, hogyha végig gondolok a párkapcsolataimon, mindig sportos fiúk vettek körbe. De a vezetői pozícióban azt így nem figyeltem meg, hogy az edzők maguk azok tényleg férfiak, pedig többségében mindig férfiak. Nagyon kényes téma, mert nyilván, mint más területeken is, de az ember nem akarja belemagyarázni a saját véleményét mások, és van, aki tényleg ezt tök természetesnek fogadja el. Egy plakátot láttam most Budapesten éppen, ahol azt hirdették, hogy a Magyarországon azt hiszem a vállalatvezetők 8%-a nő jelenleg, kampányolni lehet azzal a témával, hogy ezt tovább növeljék, mindig fölkerül a politikában is, gazdaságban is ez a kérdés, és hát az a különlegesen érdekes, hogy mondjuk a valakinek az apukája ugye az egyik legnagyobb fehérvári egyesületet vezeti, és azért egy erős, keménykezű férfias vezetőként van a köztudatban, mennyire érezted bárhol is úgy, hogy akár neked, akár bármilyen nőtársadnak keresnivalója lehet egy ilyen világban, vagy pedig ez a természetesség van, amiben elfogadtátok, hogy vannak az erős irányítók, meg vannak a lányok, akik tyúkanyóként vagy a kisgyerekeket kezelgetik. Is. Igazából én nem éreztem magam úgy, hogy én nőként növök fel ott, mint egy ilyen kakukk tojás a sok fiú között, hanem edző voltam én is. Mint ahogy a fiú is edző volt, meg a lány is edző, ahogy vannak jó edzők, meg kevésbé jó edzők, tehát bennem ez fel sem merült, hogy én belőlem ne lehessen mondjuk szakosztályvezető, elnök. Valaha csak azért, mert lány vagyok. De ahogy megnézzük a magyar kosárlabda vezetőségét, talán két hölgyet tudok mondani, aki tényleg egyesületi elnöki szintre sikerült feljutnia. Igazából vagy azért, mert tradicionálisan, vagy pedig ők jobban képesek vezetni. Nem tudom. Bocsánat, ehhez hadd csatlakozzak hozzá, mert az én sportágam is a kosárlabda volt, és én azért mentem a TF-re, mert én azt akartam, hogy nekem majd egy anno meggyőztes férfi kosárlabda csapatom lesz, mint edző. De amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy edzőként nem fogok megélni, tehát kell mellette a tanári diploma is, a testnő tanári diploma, és amikor elkezdtem ugye edzősködni, akkor meg úgy éreztem, hogy esélytelen itt följutni. Tehát, tehát én nagyon gyorsan váltottam, úgy éreztem, hogy ez itt nem az a pálya, ami nekem kell. Nem azt éreztem, hogy most úristen, nő vagyok, mi lesz most itt, hanem valahogy hála Istennek ilyen nagyon gyors átmenet volt a sportriporterkedésben, vagy legalábbis a televízió és a rádió, és talán ezért nem is éreztem, ott viszont nem éreztem ennek a különbségét, de valóban, hogy
akkor az elején ez egyértelmű volt. Igen, talán Zoli ezt az más, hogy van azért. Igen. Tehát, talán Zoli ezt az esélytelenséget firtatja. Igen. Hogy azt miért érezhetted akkor? Hát azt nem tudom, mert... azóta eltelt jó pár év, és én azt gondolom, hogy aki kellően motivált, nőként is igen magasra feljuthat. Csak hát ugye ott van az embernek a család, választál, hogy akkor... Hát igen, nyilván a nő társadalmi szerepe is nagyon komolyan belejátszik ebbe, illetve az, amit erről gondol a világ, vagy amit elvár ezzel kapcsolatban a világ, de azért például edzői pályán továbbra is nagyon kevés hölgyet látunk, és ha nyilván itt van köztünk egy coach, akkor mindjárt meg fogom kérdezni, hogy vannak-e ilyen nem specifikus képességek, ami miatt a férfi mondjuk alkalmasabb ugyanarra a szerepre, vagy ez tényleg simán kizárólag tradíciókon és társadalmi közmegegyezésen múlik. De te edzősködsz, te el tudod képzelni magadról, hogy felnőtt csapatot mondjuk élvonalban férfi együttest dirigáljál? Mert ilyenre például még nem nagyon volt példa. Na, azt nem. Azt nem. Felnőtt női csapatot el tudok képzelni magamról, a felnőtt férfi csapathoz szerintem én kevés vagyok. De miben? Hát szakmai tudásban mindenképpen. Az utóbbi 20 évet alsó tagozatos gyerekekkel töltöttem, tehát ahhoz nekem egy nagyon jó edző mellett nagyon sok évig kellene magam képezni, hogy erre szakmailag képes legyek. Emberileg szerintem vagyok olyan karakán és talán karizmatikus, hogy meg tudnám oldani, de szakmailag hát labdába sem. A férfiakban azért van egy erő, amit sugároztok. És én megéltem mondjuk szülőként is a pálya túloldaláról azt, hogy a gyerekem mondjuk a korcsolyoktatásnál, ami ugye még akkor nem a jégkorongról beszélünk, csak arról, hogy korcsolyoktatás, nőhöz került. És mondjuk voltak fönt a pályán 4-5 edző, és az én kisfiam a hölgyhöz került. Zavart. Tehát úgy éreztem, hogy nincs azon a szinten, hogy átkerülhessen a jégkorongos edzőkhöz. Szóval, hogy van az emberben talán egy ilyen... Tényleg ez a férfi erő, nem tudom. Ez nem biztos, hogy attól függ, hogy mondjuk ki lett volna az edző? Tehát, hogy egy más típusú edzőt találsz ott, egy karakán, egy hangosabb, egy nem pedig egy tyúkanyót, ugye? Akkor lehet, hogy esetleg azt érezted volna, hogy jó helyen van? Nem tudom. Valamiért azt éreztem, hogy a férfi edzőtől tud igazán tanulni. Nagyon érdekes, én biztos nem fogok most úgy leosztani a szerepeket, hogy én ilyen feminista élharcosként fogok a nők jogai mellett kardoskodni, főleg, hogyha ti ilyen elfogadók vagytok. Tényleg nagyon érdekel, hogy például a családnak, az elfogadott társadalmi szerepeknek ebben mennyi szerepe van, de amikor azt mondod, hogy szakmailag nem vagy alkalmas jelenleg edzőnek, arra én azt mondom, hogy egy nyilván fiatal ember vagy, ez csak tanulás, meg képzés, meg rutin kérdése, hogyha holnap elkezded egy, nem tudom, harmadosztályú felnőtt csapattal, akkor mikorra válsz alkalmassá. Mégis vannak olyan tulajdonságok, kirán kapcsolatok éppen fogját, remélem az enyém szól. Szóval a coach nem figyel. Az órából? Az övettelefot kikapcsoltam, bocsánat. Semmi látod, van. Én ezért babrágattam az órába, igen. Elkezdtünk a műsort. Hogy vannak olyan tulajdonságok, és ez Dóri is mondja, hogy anyaként például egy gyerekét keménykézzel tartó edzőtől mit vár, amit férfiakhoz csatolnak. Azt gondolják, hogy azért nem lehet nő vezetőedző mondjuk egy férfi csapatnál, mert amikor rájuk kell ordítani, mert amikor erős kézzel kell, mert amikor tényleg tekintélyt kell sugározni, arra egy nő nem alkalmas, és én nem tudom, hogy ez jogos felvetése. Én gyerekeknél ezt nem tudom elképzelni. Tehát azt hiszem, hogy igenis is vannak olyan erős kezű nők, akik ezt meg tudnák oldani. Én a felnőttek esetében gondolom azt, arról hogy... beszélek én is, hogy felnőtt csapat élére... Mert egyik még gyerekről volt szó, igen, ugye? Tehát, hogy amikor még elkezdte, akkor hogyan érezte. Tehát én azt gondolom, és láttuk is sok edzőt, azért én ugye sportriporterként is megfordulok sok helyen, de mondjuk, ha azt nézem, egy kicsit kitekintünk külföldre, akkor az amerikai női labdarúgó válogatott, amelyik olimpiai bajnok is volt, ott például női edző, az egy karakán, kemény, ugyanez mondjuk, hogyha megint csak az olimpiai bajnok női kosárlabda válogatott, egészen elképesztő, akik ott vannak, de hogy ők mit tudnának csinálni a férfiakkal, azt nem tudom. Valószínűleg köze van ez annak, hogy maga a női sport, bizonyos sportágok milyen szinten vannak és hogy vannak elfogadva egy országban, mert például az Egyesült Államokban az európai foci, az sokáig a női foci volt, és abban viszont nagyon sikeresek is voltak, de lehet azért mondani más sportágból is példát, mert például a skandináv országokban, konkrétan Norvégiában ugye nagyon sokáig a világ legeslegjobb és minden címet megnyerő női kézilabda válogatottjának egy női vezetőedzője volt, Marit Breivik, fel nem merült nyilván senkiben, hogy oda egy férfit kellene tenni. Mégis azt gondolom, hogy amikor például itt Szabó Edina edző volt Fehérváron, és egyébként EHF kupát nyert a kézilabdázókkal,
még akkor is a magyar közegben neki nagyon kemény macsó előítéletekkel kellett megküzdenie. Érdekes lenne egyébként ezt a kérdést megvizsgálni egy kicsit a ti szemszögetekből, mint sportriporter, hogy milyen az elfogadottsága mondjuk egy sportriporternek egy olyan sport esetében, amit macsónak vagy férfiasnak talál. Hát van egy jó mondjuk sztori, mondjuk a vízilabdát. Pont az Ildivel, hogy van egy olyan sztereotípia, ami egyébként működik, vagy működött, hogy a nők azok női sportot közvetítsenek. Tehát az Ildi is rengeteg műugrást közvetített, műkorcsolyát, tehát ezeket a Szikrotornát, igen. És hozzáteszem, bocsánat, hogy közben megkérdezték tőlem, hogy miért nem közvetek kosárlabdát, mert akkor, amikor elkezdtem, akkor még bőven voltak a válogatottban is olyanok, akikkel együtt kosárlabdáztam, meg ugye a barátok is. Mert arra volt egy férfi jelentkező. És volt férfi, azért megpróbáltam. Mondtad, hogy nem értek téged atrocitások, és ez tök jó, de a munkaleosztásban ez megvolt, tehát focit igen, férfi közvetítsen, igen. A többit közvetítse a férfi, ha azt akarja, és akkor ami marad, nyilván egyetlen, bár hozzáteszem, ugye Vitrai Tamás és Gyula István közvetített a legzseniálisabb műkorcsaját a Magyar Televízió. Mondja azt, hogy én közvetítettem, légy szíves. Utánuk rögtön. Igen, úgy mondom, hogy ők honosították meg. Ők honosították meg ezt. Tanultam, hogy mondjuk ezt. Jó, és aztán a zseniális voltam. Ők honosították meg ezt a műfaj férfiként. Igen, és utána, amikor átvetted a stafétabotot, akkor már de ehhez kapcsolódik egyébként, hogy, és pont ez a leosztás, hogy biztos, hogy emlékezni fogsz, hogy, és lehet, hogy már meséltem itt is, 2006-ban ugye együtt voltunk a torinói olimpián, és ott a jégcsarnokban ment a műkorcsolya verseny, amit az Eli közvetített, majd egyszer csak a ma már sztársportnak számító rövidtájás gyorskorcsolya jött, amit akkor még itt azért nem ismertünk annyira, de váratlanul kiderült, hogy ott Lok Viktor személyében van egy jó magyar srác, aki aztán ment is a döntőért, és ült az Eli, és mondta, ezt neki kell közvetíteni. Ez úgy történt, hogy tudtuk, ugye ugyanazon a jégen van, ez egyértelmű. Igen. Egyik nap a műkorcsolja, másik nap a rövidpályás gyorskorcsolja. Tehát itthon én már elkezdtem járni, és készültem rá, mert megvolt ugye a keret, ki tud kijönni, hányan tudunk ott lenni. Oké, felkészültem, de ugye ez nem ugyanaz, mint amikor valaki évekig benne van. És akkor ott megy mennek ott körbe-körbe ekkorába, tehát semmit csinálsz bele, a sapkájukon valami kis számocska, és... Ültem mellette, nem azt kérdezte, hogy nyilván, hogy én sem értek jobban a rövidpályás, hogy hogy kell rövidpályás gyorskocsát közvetíteni, hanem hogy kell olyan sportot közvetíteni, amiben egymás mellett, egymás ellen versenyeznek, ahol követheted, hogy mi történik, mert a műkorcsolya ott le van írva neked, bár nagyon okosan el lehet úgy adni, mintha magadtól tudnád, hogy most fog ugrani egy tripla Rydberger. Gondolod, hogy van ember, aki meg tudja különböztetni? Meg kellett tanulnom, tehát én azért megtanultam. Az abban segít egyébként. Annyira elhittem, hogy ti felismeritek ezeket az ugrásokat. A műugrást már a végén, igen. A műugrásnál ott van ott is megadják a számokat. Van egy számsor, úgy néz ki, mint egy buszmenetrend, hogy van négy szám egymás mellett, és akkor tudod, hogy melyik szám jelzi azt, hogy háttal fog ugrani, vagy előre, hogy hány fordulatot, hány csavart, és a számból, amikor már ötször közvetítesz műugrást, akkor már tudod, hogy ezt milyen ugrás lesz. De, hogy én azt hittem, hogy szakkommentátorok mondják ezt a... De ettől függetlenül, ha most megnéznék egy ilyen műugrót, aki leugrik a toronyból, nem mondanám meg, hogy most Aljárbachot ugrott, vagy nem tudom mit, talán a csuka mozdulatot még felismerném. Kérdezzél nyugodtan, megmondanám neked. Szóval okay. Azt akartam az egészen mondani, hogy igenis megvoltak ezek a kiosztás, hogy a férfiak közvetítik a versenyzős, kemény, egymás mellett rohanós, küzdő sportokat, a lányok pedig a szép ugrásokat, meg a szép ruhákat. És... Igen, de ezért harc is megy, tehát hogy a fiúk mindenben ott akarnak lenni, ugye ez egy szó se róla, és megy, hogy alanyi jogon és kinek jár. És a szép így nyugik magukról? Na, most gondolod, hogy kosaras voltam, tehát még azt mondtam nekik, mikor ilyen empír szabás, hogy mit te, milyen ilyen ruhákról beszéltünk, most se tudom. Fehér mez, kék mez, nem? Vagy maximum piros. Világos sötét. Világos sötét. Világos sötét. Tehát miről veszünk? Hát én nem fogok itt baba rózsaszínekre. Na mindegy, erről, akkor úgy mondom, hogy a nagy elődeidnek. De ugye, ők nagyon tudták remek sztoriaik voltak, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ott nagyon sokáig még ugye fekete-fehér tévéken közvetítettek, és hát Vitrai Tamás képes volt, meg Gyulai pláne létrehozni színeket, és elmondani, hogy ezen a műkor csolyázol, nem tudom én, gyalogbéka színű valamivel. És az egész ország találgat, hogy az milyen. Lehet, mert hogy az olyan nagyon szép lehet, hogyha igen, ezt így mondja. Igen, de én azt tudom, hogy nekik is segítettek. Tehát ott hát volt bennük egy nő, aki mondta ezeket a színeket, ilyen-olyan, tehát fel voltak erre készítve, igen. Na, visszatérek azért a rövidpályás gyorskorcsolyára. Azért abban az volt a nehéz, amikor a döntőben már nem csak ugyanazok, tehát nem csak minden különböző országnak a résztvevői, hanem mondjuk négy kínai. És akkor mondd meg, hát hogy mai napig nehéz.
Azt és amíg a magyar is majdnem olyan, mint egy kínai. Jó, de most azért a ruhában már ugye, ja nem igaz, mert ugye a ruha az más. Megint csak ugye egy nemzetnek azonos a ruha, ha most a liujékot kevergetik egymást, akkor nem tudod megmondani. Nem tudod megmondani. Igen, tehát hogy azért ez nem egyszerű. Igen. Igen. És szóval visszatérve ehhez a témához, hogy valójában miért van mondjuk több férfi mai napig a sportban, nem a sportolói oldalon, hanem utána meg fölötte. Láttuk-e egyáltalán olyan tulajdonságot, vagy olyan valós okot, aminek ez a tényleg a történelmi és társadalmi hagyományokon kívül, ami ezt okozhatja. Mert oké, azt mondod, elfogadod, hogy te még nem vagy alkalmas vezetni egy csapatot, Dóri azért egy szerkesztőséget vezet. Próbálkozom. Igen, tehát hogy meg nyilván női vezetőket azért ismerünk. A sportban ez elképesztően ritka és kevés. És én őszintén szóval azon kívül, hogy tényleg van ez a beidegződés, nem tudok mit mondani. Nyilván, ha itt lenne Kajzer Tomi, talán erősebben érvelne amellett, hogy ennek miért van jogosultsága, vagy miért alakult így. Én úgy érzem változatlanul, hogy ha egy cégvezető lehet nő, akkor miért ne lehetne egy klubvezető is? Én szerintem ebben az is közre játszik, hogy ha te egy igazán jó edző akarsz lenni és felfelé lépkedni, akkor az egyre több elfoglaltságot jelent. Reggeli edzéseket jelent, délután 5 edzés jelent, és a hétvégéket. Utazol ide és oda. Most ezt kisgyerekkel, 1-2-3 gyerekkel, az hát anyai szíved nagyon... Van egy férj, aki meg akkor besegíthet otthon, tehát itt megint csak a társadalmi szerepeket. Nagyon csodálkozva részte. Mert közben otthon is elvárják, hogy nő legyél, és a női szerepeket vigyed. Tehát én ezt a minden hétvégét, a külföldi tornákat, én ezt biztos, hogy nem is jó szívvel vállaltam volna. Aha. De akkor, hogyha itt van tényleg egy coach, aki napi rendszerességgel tart előadásokat olyan embereknek, akik ugye vezetni akarnak, vagy vezetők, vagy karriert építeni, de azért biztos nektek azt meg kellett tanulni, és át kell tudni adni, hogy mi az, ami egy nőt notabene akár alkalmasabbá tenne vezetőnek, vagy van-e ilyen egyáltalán, vagy egyáltalán lehet-e nemi szerepekről beszélni akkor, amikor vezető tulajdonságú és képességű embert keresel? A hagyomány az hagyomány mindenhol, szerintem. Tehát az, hogy egy nőnek ki kell küzdenie magát egy bizonyos szint fölé, vagy fel kell küzdenie magát, ki kell tudni törni egy bizonyos keretből, az egyértelműen a sportban is, az üzleti életben is mindenhol ugyanúgy van. Az már más kérdés, hogy valóban azt gondolom, hogy igen, és vannak ott is olyan vezető, habitusú, tulajdonságú, képességű hölgyek, akiknek erre, vagy olyan zseniálisan gyorsan forog az agyuk, és annyira kreatívak, hogy igen, és jobban be tudnak odaépülni. Én azt érzem, hogy az üzleti életben azért már alakul ez, tehát egyre több a nő ott is, és én dolgoztam már olyan női vezetővel, aki tényleg ügyvezető egy hatalmas cégben, nem egyen, nem kettővel, nekik mondjuk nem feltétlenül ez volt a kérdés, inkább ugyanazok a problémák, mint a férfi vezetőknek is. Tehát amik esetleg a kommunikáció kiállni, ezt hogyan csinálja meg, ezt hogyan adjam át, fizetésemelés, de nem mindenkinek, akkor ezt most hogyan toljuk le az embereken. Tehát igazából, amikor valaki olyan szintre eljut, hogy már vezető, akkor már nem foglalkozik azzal, hogy egyébként neki milyen társadalmi normáknak kellene megfelelni. Hát lehet, hogy van ilyen is, de akikkel én találkoztam, azoknak ugyanaz volt a probléma, mint egy férfi vezetőnek. És ugyanúgy akár a család munkaegyensúly, mert akkor lehet, hogy ők viszont tényleg rengeteget dolgoznak. Nem véletlenül jutottak fel erre a szintre, valószínűleg. Igen. Nagyon sokat beszélgetünk ebben az adásban, hogy itt általában azért a hétvégi, meg aktuális eredmények, történések kapcsán szoktunk poénkodni, meg komolyabban beszélgetni, de mindig előkerül, főleg, hogyha most ilyen rosszabbul szereplő csapat van, mint jelenleg épp ez a szerencsétlen MOL-Fehérvár, hogy vezetői szinten, meg vezetőedzői szinten hogyan lehet ezt kezelni. Hiszen nyilvánvaló, hogy amikor van egy csapat, és biztos sok rosszat el lehet mondani, meg rossz indulattal, meg hagyományosan, de azt gondolom, hogy egy sportolónál jobban senki nem utál veszíteni. Tehát amikor te 7 meccset, 6-ot vesztesz egy zsinórban, akkor az olyan szinten roncsolja az önbizalmat, olyan szinten szorulsz rá valami akármilyen segítségre, amiben ebből ki tudsz jönni, tök mindegy, hogy egyébként hány millió forintot keresel, meg amit a fejükhöz vágnak. És ilyenkor merül fel bennem, hogy igazából mik a jó edzőnek és a jó sportvezetőnek az ismérvei, aki tud egy olyan lökést adni ilyenkor, vagy tud valamit mondani,
mert ennek is megvan a kultúrája, hogy most akkor büntetünk, vagy akkor ösztönzünk, még jobban lejjebb taszítjuk őket, vagy ott hagyjuk az egészet a francba. Szóval, és azért szeretném a Kriszti véleményét kérni, mert a te apukád azért tényleg egy nagyon elismert és kiváló sportvezető volt, óriási elvárások alatt működő klubot vezetett ugye sokáig nagyon sikeresen, és hát azért biztos tudod, hogy mik voltak azok a tulajdonságai, amit alkalmassá tették, hogy akár óriási egóval rendelkező, máskor meg nem tudom, magába zuhanó sportolókat irányítson. Igazából ő nem volt ez a pszichológus, coach alkat egyáltalán, tehát ment előre, ösztöndölt. És aki tudta követni, akkor az nem maradt le. Tehát abszolút diktatórikusan irányította szerintem ezt az egészet. Lehet, hogy nem az övé volt a jó gondolat, de valahogy úgy letuszkolta. Tehát ő nem volt ez a dicsérgetős a győztes meccs után, viszont hogyha, akkor aztán az zengett az egész csarnok. Tehát ő így pszichológiából nem hiszem, hogy olyan remekelt. Jól vizsgázott volna. Igen, viszont valahogy működött. De más korszak is volt. Az én férjem ugye most edző és kisgyerekekkel foglalkozik, és ő is egy keményebb típus, ha az edzésről van szó, de hogyha például meccsről van szó, akkor nagyon tud dicsérni, hogyha 7-1-re mondjuk kikapnak, akkor is van a meccsnek egy győztese, a csapatnak egy kiemelt figurája, aki vagy jól lőtt kapura, csak nem jött neki össze, vagy azt az egy gólt belőtte, de hogy az annyira kiemelt volt, és akkor mindig van a közösségi oldalon, akit szeretünk, akit megtapsolunk aznap, és ezzel motivál. Úgyhogy szerintem mondjuk ez egy picit, jó. Picit változott is az élet szerintem, ez és ezzel változnak is az edzők. Így van. Nekem ebbe egészen más a véleményem. Tehát te én már azt a mai gondolom, kor gyermeke vagy. Nem a mai kor gyermeke vagyok, hanem ezzel a coachinggal jutottam el talán oda, hogy dolgozom nagyon-nagyon sok csapattal, nagyon sok labdarúgó csapattal, ahol ezeket a különbségeket észre lehet venni. És mit mondanál most, ha bemennél a Módfehérvár öltözőjébe? Mi lenne az első, amit megpróbálnál meg? Most akkor kicsit az aktualitásokhoz kapcsolódunk. Nem tudom, tudjátok-e? Én annyira ott lennék. Ez a csapat jelenleg Magyarország egyik kiemelkedő a legjobb feltételei közepette, éppen zsinórban 6 vereségnél tart. Szégyen szemre akár ki is esett ebből amilyen magyar bajnokságból. Miközben az ország egyik része ezen röhög részben ellenszurkolóként, politikai, cinikus egyéb okokból, a másik meg nem érti, hogy hát bocsánatot kérek, azért itt mégis nem akármilyen feltételek és keret van összehozva. Most ilyenkor bemész, és azt kell elérned, hogy 6 vereség után úgy menjen ki, vagy legközelebb ott a Fradi ellen a csapat, hogy elhiggye, hogy valami keresni valója van. Akkor mit mondasz? Mennyi időnk van? Na, nekem azért erre rengeteg ötletem van. Tehát először is tehát már valamilyen állapotban vannak. Ugye hát ezzel is kezdeni kell valamit. Ugye lelkileg is. Tehát valahogy eljutottak ide. Én egy csapat fejlesztő munkával kezdeném. Most nem tudom, ugye viselkedés és egymáshoz való viszony, kapcsolódás és kommunikáció. Tehát nekünk erre van egy program, amit mindenképpen megcsinálunk ilyenkor egy csapattal, ahol észreveszi, hogy mi a különbség a kettő között, miért nem bírjuk mi egymást, mi történik ilyenkor. És utána jönnek az egyéni fejlesztések, amikor egyszer ezeket is még tovább lehet vinni. Tehát ezért ez nem úgy van, hogyha valaki ide eljutott, akkor egy alkalom után holnaptól ő jó lesz. Ha valamilyen viselkedése van 40 évig, de legyen sportoló 25 évig, akkor ez nem holnap fog, ez egy folyamat, ezen végig kell menni. Az, hogy milyen az öltözői hangulat, hogyan kommunikál az edző. Én azt gondolom, hogy coach szemléletű edző kell oda, aki megtalálja a hangot ezekkel a játékosokkal. Nem megsértődik, nem büntet, mert azt gondolom, hogy azért ezek a játékosok, te is mondtad, nyerni szeretnének, ugye? Tehát nekik az hatalmas büntetés, ha nem úgy megy nekik a játék, tehát már egyszer büntetve vannak, majd megkapják ezt a vezetőedzőtől, majd az összes nézőtől, szurkolótól, ismerőstől, baráttól, és akkor egyre lejjebb süllyednek. Ebből nincs kiút, én azt gondolom. És itt jön a dicséret, hogy igenis is kell dicsérni, na persze nem ebben a pillanatban, de itt el kell kezdeni ezeket felépíteni. Mi történik? Hogyan viselkedünk egymással? És hogyha már itt edzőt akarunk kérdezni, azt gondolom, hogy van olyan edző, akinek megvan erre a képessége, van olyan edző, akinek nem feltétlenül, de fejleszthető. Tehát akkor az edzőnek is neki kell állni, és nem megsértődni, nem háborogni, az ők közös munkájuk ez, ezt ők együtt érték el, tehát
Ezt valahogy nem. És ilyenkor ki a befogadóbb, egy férfi vagy egy női edző? Olyan érdekes, most tényleg aktuálisan benne vagyunk sok ilyenbe. Jönnek az, hogy milyen agykurkászok jönnek ide, és mit akarnak itt tőlünk. Nem ez. Nagy az ellenállás az elején. De azt képzeljétek, hogy ez 3 óra az elején, és a végén mégis mindenki szerint ez nagyon jó volt. Hogy úristen, hogy ők erre nem gondoltak. Nálunk is volt az akadémiánál, mindenki... Igen. És akkor 3 órát itt nekünk ülni kell. És akkor nem mondom, lesz közt egy kis szünet is. De hogy azért, és elképesztő, hogy mit lehet elérni velük ilyenkor. És vajon a fotisták nem használnak sokat? Hadd mondjam azt, hogy sok helyen voltunk, és nagyon nehezen lehet eljutni, mert pont ezért, mert ezek a régi beidegződések még mindig úgy vannak, hogy majd az edző valahol egy kicsit coach is. De hogyha például Guardiolát nézzük, ő az, aki egyértelműen jól csinálja ezt. Tehát ő elmondta, na, gyorsan egy példát hadd mondjak el, jó? A 2008-as olimpia után végeztek egy felmérést, a Kanadai Olimpiai Bizottságnak a felmérése volt, megnézték, hogy az olimpiai érmesek, azok hogyan sikerült, tehát mi volt azok a szegmensek, amik segítették őket abban, hogy ilyen jó eredményeket érjenek el. És kijött az, hogy az első helyen az áll, hogy milyen a sportoló és az edző közötti Bizonyan. Kapcsolat. Igen. A második helyen áll pedig a sportoló önismerete. Mire, hogyan reagálok? És akkor erre megint egy példa, a harmadik az, hogy milyen létesítményeink vannak, meg milyen körülmények között tudunk edzeni, de maradjunk az önismeretnél. Ha valaki nem ismeri önmagát, nem tudja, hogy mire, hogyan reagál, vagy legalábbis nem tudatosítja, hogy ez miért ilyen, akkor mondjuk egy jó edző kifigyeli, a másik csapatban van egy lány, fiú, tök mindegy, kicsit megütögetik, felkapja a vizet, összeveszik a csapattársakkal, a bírókkal, mindenkivel kiabál, nagyon gyorsan kiállítatja magát. Tehát már nem része a játéknak. Ha ez a gyerek ezt tudja magáról, szép lassan ezt meg lehet neki tanítani, lehet, hogy az első meccsen, másodikon, harmadikon még megcsinálja ugyanezt, de ha már a fejébe felmerül az, hogy erről beszélgettünk, ezt nem kellett volna, az már a tudatosítás első lépése és a tanulásnak az első folyamata. És innen el lehet jutni oda, hogy erre számítanak. Tudják, hogy ezt akarják. Hátralépek, vagy az energiáimat másra fordítom. És akkor mondom, hogy tudnék itt nektek nagyon sokat mesélni. Beajánlok, Salo is volt itt már nálunk, majd mondom, hogy keressenek. A francia nem lesztek meg, de nem esik ki a vidi, akkor megpróbáljuk valahogy összehozni ezt a dolgot. Viszont belekapaszkodva abban, amit mondtál, hogy első helyen állt az edző és a tanítvány viszonya. És például, aki akadémián dolgozik, a legkisebb korosztálytól kezdve. Én pont azt érzem, és erről is sokat beszélgetünk ebben a műsorban is, hogy mi valahol elkezdtük a tetőnél építeni ezt a magyar sportot, amely valóban rettenetesen forrás hiányos volt. Nagyon jó, hogy vannak már stadionok, nagyon jó, hogy vannak pályák, meg szép ruhákban mehet a gyerek edzésre. Volt olyan akadémia, amelyik a terepjárókat rendelte meg először, ezt most hagyjuk is. De az a lényeg, hogy amíg nincsenek olyan szakemberek, olyan edzők, pedagógusok, akik egyrészt szakmailag tudnak nagyon jól nevelni, másrészt nyilván úgy nyúlnak az adott gyerekhez, akkor az a példája sem lesz meg a gyereknek, hogy milyen egy jó edzővel dolgozni. És lehet, hogy nagyobb lesz a bizalmatlanság benne, ha mindig csak arra nevelik, hogy teljesíteni. Adidas van rajtad, szép ruhában járhatsz, fedett csarnokban, és a többi. És az alap az meg hiányzik. Gondolom ezzel azért ti is szembesültök, hiszen egy akadémián pont az lenne a lényeg, hogy ezek a gyerekek nagyon korán minőségi képzést kapjanak. Én pont a Ildihez kapcsolódva szerettem volna akkor mondani, csak közben elsodorta az ára beszélgetést, hogy gyakorlatilag, ha olyan a kapcsolat az edző meg a gyerek között, akkor a játékos a pályán az edzőért tűzbe megy. Minden, fölmossa a taknyán oda-vissza az egész kosárlabdapályát, mert az edzőért is dolgozik. És valami olyan különleges kapcsolat van, hogyha tényleg egy jó kapcsolat a tanítvány meg az edző között, ami mondjuk plusz egy ember a pályán. Ha meg nincs, akkor meg pont mínusz egy ember a pályán. És akkor mondhatjuk azt, hogy persze edző és sportoló kapcsolat. És képzünk jó edzőket? Találsz jó edzőket? Vagy találtok jó edzőket? Képzünk elég jó edzőt ilyen szempontból? Mert szerintem itt dől el a magyar sport. Van azért ebben is változás. Amikor még én kicsi voltam, akkor általában úgy lett valaki edző, hogy vagy elvégezte a testnevelési főiskolát, akkor még egyetem. Most már egyetem, igen. Vagy sportolói múltból jött, és akkor vitte tovább. Azért most már én nem vagyok egy papírfüggő, de papírhoz kötik, és ez nem feltétlen baj. Mert azért azon vagy az OKS képzésen, vagy a főiskolán, egyetemen azért el lehet sajátítani olyan képességeket, aminek nem feltétlen van mondjuk egy labdarúgó a birtokában. Neked egyébként a fiadnak a férjed edzője? Technikailag nem, de gyakorlatilag sokszor, mert itt tudjuk megoldani azt, hogy elkerüljön az edzésre, jusson a jégpályára. Ez egy érdekes kérdés, hogyha ugye edző, tanítvány, bizalomról beszélünk, hogy nem biztos, hogy nagyon ajánlja a szakkönyv, vagy a nagy irodalom, hogy
az apa legyen a fiú edzője? Nem, alapvetően nem az edzője, de mondom, az edzéseken sokszor alakul úgy, hogy a Márk edzi a bánkot, viszont arra nagyon figyelek, hogy a meccseken nem engedem le az öltözőbe. Tehát érzem az első harmad után, hogy lenne mondandója, de nem engedem oda, mert ott ő csak egy apuka és egy szörökké. Ez egy periódus. Egy, igen, két, három évig van egy edző egy csapattal, és utána, igen, máshoz kerülnek úgyis. Mennyire fogékonyak edzők ilyen tanításra? Mert most arról beszéltük, hogy a sportoló hogyan rángatható ki. Na de hát egy edzőnek talán még nagyobb a felelőssége, hiszen ő neki kell aztán majd azt a sportolót kirángatnia. Milyen választ szeretnél hallani? Őszintét, és 10 percbe belefér. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Amikor a Covid beindult, elkezdtünk hirdetni erre egy képzést. Nagyon érdekes volt, hogy a nyílt napra, az online nyílt napra rengetegen eljöttek. De tényleg olyan, amit korábban soha. Senki nem jött el a képzésre. Azt gondolták szerintem, hogy onnan már kaptak annyit. Nem tudom. Most a képzés is online volt? Igen, akkor az is online volt. Mert még az lett volna az ötletem, hogy esetleg online könnyebben menjen. Nem. Tehát, hogy az... Csak bátran. Köszi. Tehát minden edzőtől elnézést kérek, de sajnos ez a tapasztalat, hogy nagyon nehéz. Voltak, akik eljöttek még a személyesre, aztán kicsit később pénzkérdés is, pedig szerintem nem volt túl sok. Valahogy én úgy érzem, hogy ebben a világban egy kicsit el vannak kényelmesítve, és azt érzik, hogy majd az egyesület kifizeti helyettük. Tehát saját maguk képzésére nagyon nehezen áldoznak, nagyon nehezen. Tisztelt a kivételnek, mert van azért, aki áldozik rá. Ez, amit így észrevettem. Viszont amikor mondjuk ilyen csapattréninget tartunk, és ott próbáljuk ezt átvinni, ott mindig úgy látom, hogy nagyon figyelnek az edzők is, és próbálják ezt azonnal bevinni a munkába, mert itt lehet azért azonnal hasznosítható tudást is összeszedni, tehát hogy azért ilyen van, de hogy önmagukat képezzék, nem tudom, hogy vannak elkényelmesítve. Tehát, hogy mi lehet az oka, amiért így nehezebben. Sportolók, inkább a fiatalok, szülők, azok nagyon támogatják őket, tehát hogy ebben az irányban még bőven van, de hozzáteszem, hogy azért már elkezdtük. Tehát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel is van egy nagyon jó kapcsolatunk, és ott is elkezdtük már, Covid-tól számítva. Tehát, hogy hosszú idő, míg a fejekbe ez bemegy, mitől lenne könnyű, nem ebben nőttek fel, nem ez a minta az, amit hoznak magukkal, de már kezdődik, már jönnek a csapatok. Sajnos mindig azt érzem, hogy tűzoltásnál jönnek a csapatok. Há, de hála Istennek, hogy van olyan csapat is, amelyik feljutó helyen van, és azt mondja, hogy na, akkor nekem kell. Mert hogy még jobb szeretne lenni. Nyilván érzitek, nekem ez veszőparipám, de én vezetem a műsort, úgyhogy az én veszőparipám, mert mi hallunk, hogy tényleg, tehát, hogy az edzőkkel, mert nagyon sokáig jogos volt mindenki fogás, tehát tényleg testnevelő tanárok 8., 10., 12. órában kevés pénzért tanították azokat a gyerekeket, akik így nyilván nem kaptak megfelelő alapot. Most kvázi Kánaán van, tudjuk, hogy az anyagi és mindenféle körülmények azért óriásit változtak itt 10 év alatt. És hát tényleg nagyon érdekel a véleményeket. Te edző vagy, nagyon sok edző kollégát ismersz, neked a férjed edző, nyilván a gyerek kapcsán azért szintén látsz, hát te pedig dolgozol rengeteg sportvezetővel, edzővel, hogy haladunk-e afelé, hogy az a szellemi tőke, az a humán erőforrás meglegyen a magyar sportban, ami egészen biztos, hogy hosszabb távon a sikerek alapja. Mert hogyha itt egyszer mondjuk kihúzzák a szőnyeget, vagy megint jön egy recesszió, tök mindegy, akkor úgyis azon fog múlni, hogy kimaradt alapon, hogy milyen valódi tudás van. Inkább a fiatalok. Nem mondom, hogy nincsenek idősebbek, akik azt mondják, hogy ők fejlődni akarnak, még jobbak lenni, csináljuk. De én inkább a fiatalokban látom. És közben ott is van, aki azt a mintát követi, amit kapott annó. De én a fiatalokban ezt látom. Én azt látom, hogy az a pénz, ami erre fordítható lenne, ugye elkülöníthető pénz, az nem feltétlen oda fordul, ahova kellene. Tehát még mindig meg szeretnénk belőle gazdagodni, még mindig jól szeretnénk élni, még mindig fontos az, hogy milyen autóval érkezünk az edzésre, és nem feltétlen ennek a lelki és háttere. Na. Én azt gondolom, hogy ha nevesítsük a gyereket a TAO rendszer előtt, amikor az edző a köbgyök annyit keresett, mint amitre most van lehetőség, azok edzősködtek, akik szívből csinálták és szerették a gyerekeket. Most ez nem feltétlenül igaz mindenkire. Nyilván tisztelt a kivételnek, meg nyilván az ember bízik abba, hogy
hogyha elzárják majd a pénzcsapot, akkor megint csak azok fognak maradni, akik tényleg szívből és a gyerekek iránti és a sportág iránti szeretetből csinálják. Viszont mégiscsak bejött az új idők szele, mert én gyerekként, vagy fiatal kosarasként sosem hallottam coachról, meg hogy itt az embernek a fejével valamit kell kezdeni, hát pattints ki magad, legyél gyors, erős, ugorjál nagyot, és akkor úgy rendben is vagyunk. Tehát ez a pszichológiai vonal, támogatás, ez azért jó lenne, ha maradna. És hát milyen jó az olimpián, bocsánat, mert ez az olimpia kicsit felnyitotta a szemeket erre. Ugye a Covid miatt csúszott, egy kicsit a mentális, a lelki háttér sokkal inkább előtérbe került. Bátran kiálltak olimpiai bajnokok, és azt mondták, hogy ugye ők most így érzik magukat, vagy úgy, és ez mennyire fontos. Vagy Magyarországon is azt mondta a sportoló, hogy neki ez mennyit segített. Tehát előjöttek, és nem tudom, figyeltétek-e, lehetett sírni. Fiúk is elsírták magukat. Tehát azt gondolom, hogy igenis, és változik a világ, és kezdünk végre az érzelmek felé menni, mert végül is az irányít mindent. Hát igen, a sport arról is szól nyilván, és nem sok időnk maradt már. Nagyon-nagyon örülök, hogy veletek tudtam beszélgetni, és még egy adás biztos, hogy simán végig is tudnék. Azt szeretném zár szóként, ha már tényleg nőnapi apropóból vagyunk így együtt, hogy most jelen pillanatban amellett, hogy sportoltok, és továbbra is fontos a sport, ugye mindhárman édesanyák is vagytok, igencsak fejlődőben, felnövőben és hát életút elején álló gyermekeket neveltek. Mennyiben tartjátok fontosnak, és mennyiben remélitek egyáltalán számotokra, mennyire fontos, hogy a gyerekek a sportban benne maradjanak, és általa kapjanak valami hasznos útravalót? Nálunk ez teljesen alap. Ez szinte elvárás. Én nem ütöm-vágom az ötösért, de azért, hogy ott legyen az edzésen, azért veszekszek vele. Mert abban nem csalunk. De ebben nagyon fegyelmezett vagyok én magammal szemben is, és a férjem is, tehát mi is minden nap sportolunk, úgyhogy ezt a példát látja. Nekem 3 gyermekem van, kötelező volt sportolni mindig. Ő maga választhatta ki, hogy mit, először kosárlabdát választhatott az összes. És abszolút demokratikusan. Utána kicsit elkalandoztak erre-arra. Egyedül a pici kosárlabdázik, de a két nagy is rendszeresen sportol, és szerintem el se tudják képzelni az életüket enélkül. És szerintem anyának lenni is egy sportteljesítmény, némileg. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok. És szeretnéd, hogyha eredményesek lennének, vagy az teljesen másodlagos? Ja, az nem érdekel. Nem. Legyenek boldog gyerekek, legyenek, és boldog felnőttek, de sportoljanak. Én kudarcot vallottam, tehát nálam nem olyan komoly a sportolás, de sportolnak. Tehát picibe kötelező volt, és tényleg keményen, de aztán kinyílt a szájuk. És ugye elkezdték mondani, hogy nekik ez tetszik, vagy nem. A kosárlabda az, anya, ezt utálom, tehát igen, akkor minek toljam tovább. Ugye ott lett váltás, ott az egyik ugye lovagol, a másiknak pedig az iskolában vannak olyanok, hogy mindig ott tud lenni ezeken a különböző foglalkozásokon. Kosárlabda, röplabda, tehát náluk ilyen harmadolják az évet, és különböző sportákat próbálnak ki, és hogy ő ebben benne van. Nekem egy picit fáj, hogy ezt nem úgy csinálják, mint annó mi, hogy egy egyesület, és akkor ott keményebben tolni, de hát ez van. Tehát nem lehet a gyerekeket megerőszakolni, azt gondolom. Mozognak. Tehát nem úgy, hogy én szeretném. Köszönöm szépen, mozogjanak is, meg legyenek nagyon boldogok és eredményesek. Én nagyon örülök, hogy beszélgettünk, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Megpróbálom megígérni a kedves nézőknek, hogy nem jövő március 8-án rendezünk újra csajos műsort, de ezt majd Tomival is le kell azért zsírozni, bár őt ismerve nem lesz ellenére, hogyha hívunk még titeket, illetve másokat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. És a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra. Game.